Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Szakmai nap és vásár a Fakom szerszámszaküzletben június 3-án pénteken 10 órától. Nézze meg a DeWalt, Metabo és Bosch Stitch gépeket működés közben, valamint a Port West munkaruhák bemutatóját. Ezen a napon minden termék kedvezményes áron kapható. A játékos vetélkedőkön pedig értékes ajándékokat nyerhet. Fakom, Kiskunhalas, Széchenyi utca 15. Ma is volt tiltakozás a Szeged Üti Őrzött Központban, közben egyre több migráns érkezik a magyar határhoz. Változtak a szabályok, egész évben lehet kérni a lomtalanítást, az időpontot előre kell egyeztetni a szolgáltatóval. Szeretnék megelőzni a vérszívó inváziót, szúnyogírtás lesz Halason. Nyárindító főtérparti lesz pénteken, koncertek, táncos produkciók, színekbe boruló épületek várják az érdeklődőket. Köszöntöm Önöket, számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk. Ma sem csitultak a migránsok. A nap folyamán kisebb-nagyobb intenzitással megint összegyűltek, és kiabáltak a migránsok a Kiskolonási Szegedi Úti Őrzött Befogadó Központban. Újra 200-250 külföldi tiltakozik. A készenléti rendőrség és a fegyveres biztonsági őrök biztosítják a terepet. Eddig nem történt semmilyen incidens. A bent lévők főként a kamerák láttán élénkülnek meg. A témáról a folyamatosan frissülő információkat internetes hírportálunkon, a halasmedia.hu-n olvashatják. Egyre több migráns érkezik a magyar határhoz a szerb oldalon Tompánál. Vannak, akik több hetet is várakoznak a szabad ég alatt a két határátkelő közti sátortáborban, mire beengedik őket a magyar hatóságok a tranzitzónába. Idén eddig több mint 13 ezer illegális határátlépőt tartóztattak fel a rendőrök a magyar-szerb határszakaszon. Egy szír kislány mossa a fogát, mellette egy afgán férfi mossa a ruháit a határ szerb oldalán. Közvetlen a kerítés mellett táboroznak, élik a mindennapi életüket a migránsok. Ők azok, akik korábban heteket, hónapokat töltöttek a görögországi Idomeniben, azután indultak útnak, hogy felszámolták a tábort. Jelenleg mintegy 80-100 menekült él itt. Embercsempészek segítségével jutottak el idáig, és továbbra is folyamatosan érkeznek a menedékkérők a magyar kerítéshez a szerb határnál. A kisgyerekes családok sem mennek be a szabadkai menekültáborokba, hanem inkább ide a magyar határhoz jönnek, hát ha át tudnak jutni. Az ENSZ Nemzetközi Segélyszervezetének munkatársai összeírják az újonnan érkezőket. Ezen a családfő neve, a családtagok, a nők és a gyermekek száma is szerepel. A listát odaadják a magyar hatóságoknak, akik ez alapján szólítják a kapuhoz a menekülteket. Naponta 25-30 migránst engednek csak át a határon. Szervezetten buszokkal hozzák Szabadkáig őket, és onnan jönnek tovább taxival vagy embercsempészek segítségével. A legfrissebb információk szerint a csongrádi határszakasz helyett most inkább a Bács megyei határszakaszra hozzák őket az embercsempészek. A magyar rendőrség egyre nagyobb erőket csoportosít át erre a területre. Kiskunhalason és a határmenti településeken már megszokott látvány, hogy naponta többször is szirénázó rendőrségi konvojok tartanak az államhatára. A tompaiak nem félnek, úgy gondolják, kellően őrizve van az államhatár. Éjszakánként szoktam hallani helikoptert, mondjuk még napközben is, 3-4 óra után, 5 óra mondjuk éjszakába, amikor mennek itt a helikopterbe, szóval megy a helikopterbe, lehet hallani. Gondolom, mert keresik hőkamera, stb. Hát közvetlen mondom, én kapcsolatban nem léptem velük, nem találkoztam velük, hát most így nyilatkozom, hogy konkrétan, hogy rosszak, nem rosszak, hát akkor lehet egy ember szerintem megítélni, amikor találkozok vele, vagy beszélek vele. A város polgármestere is kellően bizakodó, hogyha az eddigieknél is több migráns érkezik a magyar határhoz, a rendőrök fent tudják tartani a rendet.
De azt gondolom, hogy a határátkelő területéről beszélünk, abszolút ellenőrzött körülmények között tartózkodnak ott azok a migránsok, akik ugye szerb földön vannak még, tehát nem is Magyarország területén tartózkodnak. Én nem gondolom, hogy nekünk itt a településen, település központja, településen élőknek ettől tartania kellene. A szüleim is ott laknak határon, mert a vezető út mellett is látom, hogy autókonvojokkal közlekednek, tehát igen, elég jelentős a rendőri jelenlét, ezért is azt gondolom, hogy nem kell tartani attól, hogy itt a településen bármi is történhet a közbiztonság szempontjából. Idén eddig több mint 13 ezer illegális határátlépőt fogtak el csak a magyar-szerb határon a rendőrök, a belügyminisztérium adatai szerint. Nem mindenki a harcok sújtotta országokból jött, hanem más biztonságosabb országokból is érkeztek ide. Gyakran hamis orvosi igazolásokkal is trükköznek a menedékkérők, csak hogy gyorsabban átjuthassanak Magyarországra. Közben az ENSZ menekültügyi főbiztosságának szerbiai misszióvezetője felszólította a magyar és a szerb hatóságokat, hogy javítsanak a Tompa, valamint a Horgos és Röszke közötti határnál várakozó migránsok helyzetén. Gyakran ugyanis heteket várnak a menedékkérők, hogy beléphessenek a magyar tranzitzónákba, és érdemben elkezdjenek foglalkozni a menedékkérelmükkel. Megtalálták a pénzügyőrök az elrejtett kábítószert. A NAV munkatársai 665 g marihuánát, valamint extazi tablettákat találtak egy Tompán belépő személygépjármű motorterébe rejtve. A szerb sofőr nem jelentett be semmiféle vám és adóköteles árut, ám a jármű teljes körű átvizsgálásakor a motortérből, a klímahűtő és a lökhárító közül előkerült a kábítószert tartalmazó csomag. A pénzügyőrök az eset kapcsán feljelentést tettek a rendőrségre. Szúnyogot írtanak, ha az időjárás is úgy engedi. Meg akarják akadályozni a vérszívó inváziót, ezért június 3-án, pénteken, rossz idő esetén 4-én szombaton szúnyogírtást végeznek Halason. A feladattal megbízott Bogár Mérnökség Kft. 300 hektáron végez földi kémiai szúnyoggyérítést. Az erre szolgáló vegyszer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen, a méhekre viszont veszélyes. Kérik a méhészeket, hogy ezt vegyék figyelembe. Egész évben lehet kérni a lomtalanítást, eddig kedvezőek a tapasztalatok. Az új módszer miatt a guberálók már nem tudják szétszórni a lomot. Kiszolgált bútorok, bezsákolt, már feleslegessé vált holmik sorakoznak szállításra várva. A héten is több halasi ingatlannál tartottak lomtalanítást. Ez évtől új rendszer működik, most már nem a szolgáltató által kijelölt időpontban kell kitenni a lomot, hanem akkor, amikor a tulajdonos ezt kéri. Az új rendszer bevezetésekor még úgy volt, hogy júniusig van lehetőség a lomtalanításra, ám azóta történtek változások. Tavasz folyamán ugyebár új rendszer került bevezetésre, a lakosságnak egyénileg kell megbeszélni egy időpontot, amikor a háza elé kiteheti a lomot, a szolgáltató pedig ez alapján fogja azt elszállítani. Eredetileg úgy volt, hogy júniusig lehet ezt a szolgáltatást így igénybe venni, ez most módosult. A szolgáltató tájékoztatása alapján minden lakosnak évente 2 alkalommal van lehetősége ilyen lomtalanítást kérni, az év bármelyik szakaszában, bármelyik napján. A Cserepes utcában is éltek a lomtalanítás lehetőségével, itt összefogtak a szomszédok. Örülök neki. Örülök, mert hát én is ez a paplánom, vagy 4 év óta kim volt a garázsban, de minek legyen ott, mikor úgyse használom. És akkor reggel látom, amikor kukát húzom, a rózsikáig kirakták, mondom a rózsikának, nekem is van egy paplánom. Hozd ki! Tedd oda. Persze, örülök neki. Korábban többféle módon történt a lomtalanítás. Volt, hogy konténereket tettek ki a város kijelölt pontjaira, volt, hogy az ingatlanok elől vitték el a lomot, de a szolgáltató által kijelölt napon. Ezekkel a módszerekkel az volt a baj, hogy a guberálók széthorták a lomot, ezért tartják sokan jónak a lomtalanítás új módját. Össze-vissza túrtak mindent, még szétdobáltak, ami kellett, elvitték, ami szétdobálták, és kész. Az önkormányzatnál is úgy látják, hogy kedvezőek a lomtalanítási tapasztalatok. A régi tapasztalatok azok jónak mutatkoznak, tehát a lakosság tényleg tudja, hogy hogyan kell és milyen módon lehet a lomtalanítást végrehajtani. Gumit, elektronikai hulladékot, illetve egyéb veszélyes hulladékot továbbra sem szabad kirakni, ezzel már egyre kevesebb gondjuk van a szolgáltatónak szerencsére, tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen pozitív irányba változnak a dolgok. Megerősítették a halasi szelektív gyűjtőszigeteket. Az eddigi 3 konténer mellé újabb edényeket tett ki a szolgáltató. Voltak helyek, ahol gyorsan megteltek a konténerek, és így a lakosság vagy visszavitte a hulladékot, vagy az edények mellé tették a papírt, a műanyag palackokat, vagy az üvegeket.
A PET palackokkal főleg nyáron teltek meg gyorsan a tárolók. A most kitett plusz gyűjtők segíthetnek ezen a problémán. Még egy változás várható a gyűjtőszigetek kapcsán. A Táncsics utcáról az építkezés miatt máshová kell majd átköltöztetni a gyűjtőszigetet. Tánc, koncertek, színpompába boruló városközpont, nyárindító főtérparti lesz ismét Halas központjában. A programok péntek délután 4 órakor kezdődnek. Tavaly ilyenkor sokan látogattak ki a megújult főtérre, és most is érdemes lesz ezt megtenni. A nagyszabású program miatt a főtérre nem lehet majd behajtani járművel. Az útlezárások pénteken kora reggel kezdődnek. Ismét nagy buli várja a halasiakat és a térség lakóit a Bethlen Gábor téren. A nagyszabású program miatt útlezárások lesznek, így a központba igyekvőknek péntek reggeltől valamelyik környező nagy parkolót kell igénybe venniük. Már ma este elkezdődnek a holnapi nyárindító főtérpartira az előkészületek. Este fogják építeni a színpadot, ami még nem jár egyelőre útlezárással, viszont Kiskunas lakosságának készülnie kell, hogy holnap reggel 6 órától már nem nagyon lehet közlekedni itt a belvárosban, hiszen nagyon sok utca lezárásra kerül. Hát akkor el is kezdném nagyjából mondani, hogy mindenki hogy készüljön. A Múzeum utca, tehát a Városháza utca lesz lezárva, folytatás ebben a Bethlen Gábor tér, illetve a Bethlen Gábor térnek a másik oldala is lezárásra kerül a Székely utca sarkától, és az Ötvös utcán megváltozik a forgalom, tehát ott majd szemben is be lehet hajtani, tehát erre készüljenek majd itt Kiskunhalason. A visszajelzések szerint sokan már előre várják a főtéri nyárindítót, de akik csak most értesültek róla, ők is azt mondják, hogy itt lesznek. Minden nap kijövünk ide, úgyhogy szerintem itt leszünk. A fiatalok nagyon élvezik ezeket az előadásokat, mi kis súlyunk ki szoktunk jönni ide, és akkor hallgatjuk. Nagyon hangulatos dolgok szoktak lenni. Persze, jönni fogok. Meg akarom nézni, hogy milyen lesz. A nyárindító főtérpartira érkezőket koncertek, táncos produkciók és finomságok várják. A programok már délután 4 órától elkezdődnek, egy Tánccal a főtér nevezetű programmal. Itt a Kiskunhalasi Fitness Egyesület, a Stúdió 2000 és a Grand Up Kids lép majd színpadra. 17 óra 15 perckor elkezdődik az első koncert, a Mongols and the Magnet. Majd 18 óra, olyan 40 perckor lát itt a zenepavilonban egy kis meglepetésre számítani, úgyhogy invitálok mindenkit, hiszen nagyon érdekes produkció lesz. 19 órakor a Kecskeméti Kilele Swing Cats lép majd a színpadra, ők is nagyszerűek lesznek, érdemes lesz őket megnézni. 20 óra 30-kor Fábián Juli és az UEK-kel lép a színpadra, őket szerintem nem kell senkinek sem bemutatni. Utána következik szintén egy nagyon jó kis meglepetés, ami tavaly is volt itt a főtéren. Annyit megsugok, hogy az egész városháza, sőt az egész tér színpompába fog borulni, úgyhogy akinek a tavalyi része tetszett ennek a programnak, akkor már csak ezért megéri szerintem bejönni, hiszen tavaly is csodálatos látvány volt. 22.30-tól Puskás Peti zenekara, a The Beavers lép majd színpadra, majd miután vége lett a koncertnek, DJ König szórakoztatja majd a bulizni vágyókat hajnalig. Megérkezett a múzsákat jelképező láng, ma tartották a halasi moziban a 11. egyházmegyei színjátszó találkozót. A Szent József iskola minden évben a tanév végének közelettével seregszemlére hívja a térség egyházi iskoláit. Idén 8 produkciót nézhetett meg a közönség. Nyitó beszédében Tóth Tibor Győző, a Szent József iskola igazgatója kiemelte, hogy a színjátszás egy varázslatos világ, ahol minden életre kell. A színjátszás az életre is nevel és megtanítja a diákokkal a pontosságot. Most pedig röviden összefoglaljuk, mik voltak a nap főbb hírei. Ma is volt tiltakozás a Szegedi úti őrzött központban, közben egyre több migráns érkezik a magyar határhoz. Változtak a szabályok, egész évben lehet kérni a lomtalanítást, az időpontot előre kell egyeztetni a szolgáltatóval. Szeretnék megelőzni a vérszívó inváziót, szúnyogirtás lesz Halason. Nyárindító főtérparti lesz pénteken, koncertek, táncos produkciók, színekbe boruló épületek várják az érdeklődőket. A folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a napi mozaik. Ma megmutatjuk önöknek, hogy a migránsok mindennapjai hogyan telnek a határmenti sátortáborban. 7:30-tól kulturális magazinunkkal a Kultúrképpen jelentkezünk. Mészáros Erika már itt van a stúdióban. Szia, ma milyen témákat kínálsz a nézőknek? Szia, én is köszöntöm a kedves nézőket.
Ma a Stúdió 2000 TSE hagyományos táncgálájával kezdünk, azután a Halas Kiül Jazz sorozatban Kis Flóra énekel majd nálunk. Bemutatjuk önöknek a Bóbita Óvoda Csipkelődők című tárlatát, és a tavasz indító kórus találkozóról is beszámolunk. Erhard Györgyivel az ünnepi könyvhétről, Rajcsány Bettivel pedig a nyárindító főtérparti részleteiről fogunk beszélgetni. Köszönöm a tartalomismertetést. Önöknek már köszönöm a figyelmet, holnap viszont újra összegyűjtjük majd a nap friss híreit, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!